Halli papi, mami. Most rá úgy éreztem, hogy nem akarom, hogy bárki hallja, amit mondok. De nem konkrét személyekre gondolok, tehát nem úgy, hogy XY ne hallja, hanem csak úgy a célközönség, hogy annyira szeretném, hogyha azok hallgatnák meg, amit mondok, akiknek szól. Akik tényleg kíváncsiak rá. Ez körülbelül egy ilyen 250 ember. Megmondom ösztön, én föl is vettem két ilyen szivar vlogot mostanában, és nem töltöttem föl. Nagyon hosszú elmélkedés volt mind a kettő, sőt az egyiket még 2017-ben vettem föl. Még tavaly, ilyen év vége felé. És nem, valahogy azt se raktam ki, nem tudom. Beraktam a vágó programba, ott ugye, rakok el intrót, meg például itt sokszor kivágom, amikor elmegy egy repülő, meg hangoskodás van, meg azért elég sok meló van egy ilyen vloggal is, azokat szoktam kivágni. Szerencsére tudok azért folyamatosan beszélni, tehát ugye nem, ezek másfajta dolgok, nem a 3 másodpercenként vágás van. Ezt nem szeretem, meg kivágom, amikor mondjuk kortyolgatom a kávét, vagy mit tudom én, bármilyen zavaró dolgot, hogy lehessen figyelni a mondani valomra. És így elkezdtek ezek a dolgok zavarni, és nem tudom, hogy miért úgy. Egyre jobban érzem azt, hogy egy célközönség kéne, vagy egy másik platform kéne, ahol tényleg megtalálja az ember a célközönségét. Csak ugye, hogy mi ez a platform egyáltalán. Meg elkezdett idegesíteni, mondom, mit tudom, hogy kijövök, és akkor hallja az öregasszony alatta, amit ki a faszt érdekel, hogy hallja egyébként, meg most is. Szóval így rám jöttek ezek a dolgok, hogy én annak akarom mondani mondjuk a vlogot, vagy annak akarom mondani a gondolataimat, akik tényleg kíváncsiak erre, nem pedig csak úgy a nagyvilágba. És hát azt érzem, hogy teljesen tönkrement ez a YouTube egyébként. Mert most már gyakorlatilag az összes videómon tiltás van, nem családbarát egyik videóm se, ugye. Bocsánat, a vízipipás videók ugye nem családbarát, mert az dohánytermék reklámozás, akkor a vlogjaimban szerintem biztos mondok valami csúnyát, elég egy, most is mondtam, hogy ki a faszt érdekel, akkor kész, akkor az már tiltó listán van, és akkor gyakorlatilag az a baj ebbe, hogy ugye, ha nem családbarát, akkor nem is rakja előre, nem reklámoz téged, nem látják többen, meg szerintem annak se küldi ki rendesen, aki fel van iratkozva. Úgyhogy nagyon, nagyon, nagyon szar. A kreatív videókat sincs kedvem csinálni. A másik csatornámon én pár nap alatt több mint 200 ilyen leiratkozás van. Nem is értem, hogy minek köszönhető. Szerintem ugye a YouTube nagyon rászállt, hogy folyamatosan törlik az akkontokat. Nem hiszem, hogy 200 ember hirtelen meggondolja magát egyszerre. Ilyen nagyon durva szűréseket csinál, nagyon szigorúan vesz mindent. Ugye itt meg pont az volt a lényeg, hogy ez egy ilyen szabad elvű platform volt. Itt azt mondhattál, amit akartál, meg kibonthattál egy sört, megihattál egy rohadt kávét. Elszívhattál egy szivart, vagy egy cigit, tehát ugye szivart tesztek, és nekem nincs már családbarát videóm, és teljesen el vagyok nyomva, úgymond ez a csatorna, és elég sokan írkálják, hogy miért nincs ennyi, meg annyi nézettség, meg feliratkozás, meg megérdemelnéd, ami mondjuk tök jól esik. Ja, ez is egy dolog, hogy most megérdemelném, vagy nem, ezt nem én döntöm el, hogy mit érdemel meg az ember, vagy mit nem, úgyis a közönség dönti el, ha ennyien nézik, ennyien, viszont ez nagyban befolyásolja ez a dolog, hogy főleg ez a nem családbarát dolog, meg hátra rak téged, nem vagy populáris, nem csinálod ezeket a szarokat, amik kellenek. És akkor egyszerűen téged nem helyez előtérbe, nem értesíti a feliratkozóidat az új videóról, sorolhatnám, tehát rengeteg ilyen dolog van, és ez baromi zavaró. Mert ugye az ember azért csinálja, hogy az ő célközönségét elérje 100%-osan. És jó lenne egy olyan platform, jó lenne egy olyan hely, ahol lehet úgy élni, hogy nem nyomnak el a többiek, hanem a célirányosan az a te platformod, vagy akik ott vannak, azok célirányosan téged szeretnek, téged akarnak hallgatni, nem viszi el a figyelmüket máshova, és ezt nem tudom, hogy lehetne megoldani. Mi az, amiért tényleg
tényleg, mi az, amiért tényleg konkrétan a te videóidat keresnék fel az emberek, milyen platform létezik, hogy ez a YouTube Red szolgáltatás sincs nálunk, mert ott kikapcsolhatod a reklámokat bizonyos összegért, de egyébként meg van egy olyan változata, jól tudom, hogy előfizetéses lehet egy csatorna például, vagy bizonyos videók, és ez is, hogyha lenne, akkor simán megcsinálnám, hogy mondjuk, nem tudom, 1 forint legyen a előfizetés, vagy 5, de akkor már csinálnék egy olyat, hogy nem akárki lehet itt, szóval aki tényleg érdekli, regisztrálnia kell, meg ott, mit tudom, el kell utalni a 5 forintot, és akkor az olyan idegesítő kis procedúra, de aki mondjuk tényleg szereti, annak ezt így végig kéne csinálni. Nem csak az van, hogy kattintanak az emberek, meg legyintenek, meg meghallgatják, meg tovább nyomják, hanem tényleg egy olyan közösséget összehozni, nem tudom, hogy hogyan lehetne megcsinálni, aki konkrétan az a 250 ember mondjuk, aki engem szerintem aktívan követ, vagy mondjuk kíváncsi a véleményemre, vagy arra, amiket mondok, mert egyetért vele, vagy éppen nem ért egyet, de szívesen vitatkozik, vagy intelligensen, vagy egyetlen feszeget valami témát, vagy beszél, mert szerintem nagyon kevés vlogger is van, aki egyetlen témákat dolgoz fel, aki azt mondja, hogy van egy téma, és akkor arról beszélek, nem arról szól, hogy reggel mondjuk ugyanígy mondjuk kávézok, de csak így kint ülök, és akkor így csacsogok, tényleg meg locsi-fecsi, semmi értelme szól a háttérben. Nincsen egy témája, nincsen egy normális gondolata, csak elmondja, hogy hol volt, meg mit vett, nem tudom, engem ez nem érdekel. Jó, de nyilván meg mást, meg lehet, hogy igen. Na de a lényege, hogy egy olyan hely az interneten, ahol nem vezetik meg ugye a közönséget, mint itt, mert azt látom, hogy itt már ez teljesen behalt, itt totál megvezetett, nem csak a közönség. Eddig én nem érdekelt ennyire ez a dolog, csak most már annyira látom, hogy egyszerűen így ellehetetlenítik azokat a videósokat, akik nem populáris dolgokat csinálnak, vagy nem figyelnek erre a szabályzatra, amiket ők hoztak, mert egy kicsit szabad elvűbb, nem tudom, nem is lehet betartani ennyire mondjuk egy ilyen vloggernek ezeket, hogy nem mondjon néha valami csúnyát, vagy nyáron ne jelenjen meg félmeztelenül, mert a háttér, vagy ne bontson ki egy sört, vagy szívjon el egy szivart, egy cigit közben, hát ezek így hozzátartoztak ez a feelinghez, ez nem véletlenül tűnnek el így a vloggerek, mert ahol ilyen szabályokat hoznak, ott én sem szeretek már lenni, én is ilyen szabad elvű voltam mindig, és most már azt érzem, hogy itt is ilyen bekorlátoznak, meg beszabályoznak, és meg is kapom érte a magamét, szóval látom a nézettségen is, meg látom azon, hogy mondják, van, aki nem találja a videóimat, meg hát ezermillió dologgal itt szemétkednek azzal, aki nem úgy táncol, ahogy ők fütyülnek, ezt úgy is lehet mondani. És hát mondom, a nézettség is, tehát a kreatív csatornámon is teljesen meg van halódva. Igazából ott meg más okokból valószínűleg, mert az aztán arra nem lehet mondani, hogy nem családbarát, de hát még abból is kihozhatnak ilyet, ott is kaptam ilyen automatikus tiltást, amikor hogy mit tudom én, a copyrightosak lettek a hangeffektek, nem volt adott a hang, és akkor hát írtam ilyen supportot nekik, hogy hát könyörgöm, én csináltam a hangeffekteket is, mikrofonnal vettem föl, hogy lenne copyrightos, és akkor hát szóval teljesen össze van zavarodva ez az egész rendszerük, és nem hittem, hogy valaha ez így meghalódik, ez a YouTube, mert azt gondoltam, hogy ez olyan halhatatlan. Mindenki ugye ezeket a játékteszteket is ugye tiltották, mert az sem családbarát, most már mert folyik a vér a játékban, nem mutathatod be. Híradó meg mehet. Most ebben már bele sem mennék, hogy ugye. De hát az ugye most már Twitch-re megy át mindenki. Nyilvánvalóan sokkal jobbak a lehetőségek.
Hát érdekes, kéne mondom egy olyan platform, ahol kötött ez a dolog, és mondjuk ez olyan, mint hogyha akárhol csinálnám ezt, mondjuk nem itt, hanem vagy akár mondjuk egy rádió műsor lenne, ahol mindig így beszélek, és akkor egyszerűen nem lehetne fogni rendesen a frekvenciát, vagy ha másik elindítja mondjuk ugyanabban az időben, akkor nem kettőt tudsz befogni, hanem akkor az enyém eltűnik, az övé kerül előtérbe, tehát most így tudnám nektek el magyarázni nagyjából, aki nem érti igazán, hogy mi a lényege, vagy akár írnék cikkeket, akár valódi újságba, akkor az sokkal kevesebb példányban jelenne meg az enyém, mert én mondjuk olyan témáról írok. Szóval, hogy gyakorlatilag így néz ki, csak ugye virtuálisan az egész automatikus rendszerük, és most már én is látom így a hátulütőjét, és elkezdett úgy idegesíteni. Elkezdett idegesíteni az is, hogy nem tudom azoknak az embereknek eljuttatni a mondani valamat, akiknek én szeretném, hogy ezt se lehet így korlátozni, hogy egy olyan közösséget összehozni, akik valóban ott vannak, akik valóban valakik. Ezt se tudják egyszerűen valahogy megcsinálni, szóval nagyon ilyen vegyes az egész közönség. Nem tudom, rengeteg lehetőség lenne, hogy egy olyan alapdolgot nem tudok beállítani, mondjuk, hogy tehát nem akarok nyitni új csatornát, vagy valami, hogy mondjuk a vízipipa, vagy ezek a tesztek, ami nekem a legnagyobb ilyen hobbi, amit nagyon-nagyon szeretek csinálni, azt esetleg be lehessen állítani, hogy ő azokra kíváncsi, akkor azokról küldjön értesítést, a vlogokra meg nekik, szóval egy ilyen alap, hogy mondjuk egy lejátszási listát lehessen mondjuk kérni, hogy, vagy mondjuk egy ilyen célközönséget megadni, hogy az tényleg működjön. Tehát millió dolog nincs, és egyszerűen nem csinálják meg, nem tudom, nincs keresés a saját feliratkozóid között, ott oldalt, nem tudod beütni, hogy mondjuk A, és akkor kiadja az A-t, egy görgetsz lefelé, értelmetlenül ott vannak a feliratkozásaid, nem tudod kezelni őket, értelmetlen, egyszerűbb beírnom, hogy hogy P, hogy mondjuk akarok a Puzsérról meghallgatni mondjuk egy gyönkényes mérvadót, és akkor egyszerűbb beütnöm, pedig ott föl vagyok iratkozva, de görgetem le, mert annyi, és nincs ilyen rendszer, nincs egyszerűen mondjuk egy ilyen, nem csoportosíthatom például a feliratkozásaimat. Egy ilyen alap dolgot nem írtak bele, hogy csoportosítsam, hogy a filmek, amiket szeretek, vlogok, mondjuk berakok oda 10 feliratkozást, sport, mert szeretem a sporttal kapcsolatosakat, és nincs ilyen, hogy így egy csoportosítsd például a feliratkozásaidat, nevetséges, egy tök alap dolog, hogy ne kelljen ott így egybe behányva, hogyha mondjuk van, mit tudom, 50 feliratkozásod, mert nagyon szereted azt az 50 csatornát, de legyen csak 20, mert 20 is olyan, hogy görgeted, és hogy hol van, melyik az, amit meg akartam nézni. Hol írja, hogy kitöltött fel videót, mert van ilyen, hogy feltöltések, meg feliratkozások, írja, hogy ki mikor töltött mit fel, de nincs ilyen szűrés, nincs benne normális rendszer, amit én beállíthatnék. Elszar az egész, szóval kriminális, egyszerűen. Teljesen elcseszték az egészet, nem is értem. Én nekem meg azt gondolom, hogy nem akarok itt a levegőbe így pofázni, vagy mondani a gondolataim, hogy olyan embereknek, akik egyébként meg nem kíváncsiak rá, és azoknak, akik mondjuk ti vagytok, akik most is ezt mondjuk meghallgatja azért, mert én tudom, hogy körülbelül már névről is tudom rögtön, tudnék körülbelül egy ilyen 30-40 embert így, akiket így látok, hogy mindig ott vannak, és mindig nagyon szeretik, amit mondok, és hogy azt se tudom, hogy azoknak juttassam el, hogy azoknak tényleg, hogy hozzájuk beszéljek. Szóval ez nekem idegesítő, én konkrét közönségnek szeretnék beszélni, vagy nem tudom, egy ilyen haveri társaságnak képzeltem el ezt az egészet, vagy valami olyan közösségnek, ahol olyan, hát nem tudom ezt elmondani, hogy mit gondolok erről, de szerintem értető nagyjából ez a kis családias, értelmes célközönség, szóval nem tudom, furcsa. Úgyhogy szerintem ez nem fog változni, de hát majd meglátjuk, hogy ez
ezzel kapcsolatosan mit hoz a jövő, vagy mit fognak változtatni, mert szerintem ez így nem fog sokáig működni, ez a YouTube így. Na, Ali Papi, mami.